Halipapim, ami mindenkinek itt vagyunk, ma kisorsoljuk az iPhone 8-at, ugye rengetegen írtak, itt vannak benne a nevek, nagyon-nagyon izgulok, iszonyatosan azt se tudom, mit csináljak, ugye az összes nevet ide betettem, el is nézek ide, látjátok, megkavarom, fogalmam nincs, mit húzok, megfogom, kihúzok egy nevet. Őrületes, őrületes gyerekek, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, ki az, aki megnyerte, de most már itt van a kezemben, és már csak pillanatok kérdés, hogy kiderüljön, hogy ki az, megpróbálom kinyitni, megnézem és elolvasom. Podi Vlog, a Podi Vlog nyerte, gyerekek, a Podi Vlog megnyerte, őrületes, nagyon gratulálom neki, ő nyerte meg. Nem csalás, nem álmodás, élőben volt, ugye láttátok, itt azért kinyitjuk a többit is, hogy lássátok, hogy itt van Muki is itt volt, mindenki itt van velünk, Kuki, ő is itt volt, ő se nyert sajnos ma, itt volt velünk a Kamu, itt van végig, mindenki itt volt, Józsi is itt van, tényleg mindenki benne volt, úgyhogy láthatjátok, itt volt Teri is, meg Klára, Kata. Na, mára ennyi, megnyerte Podi Vlog az iPhone-t, sziasztok! Aki nem elég szemfüles, az könnyen bedőlhet ennek a dolognak. Sokkal egyszerűbb, mint gondolnánk. Maga a nyertest előre felragasztjuk például az asztalnak az oldalához, nagyon vékony ragasztóval. A videós egy nagyon gyors mozdulattal kicseréli a nyertes szelvényt, amíg a kamera a látószögünkön kívül esik. A többi az természetesen már csak színjáték. Több módszer is létezik, például amikor a videós a kamera felé nyúl örömében. Melyik lesz? Ki lesz az? Itt van a nyerőszám, itt van gyerekek, gyertek is ide gyorsan, nézzük meg közösen, nézzük meg ki az, aki nyert, úristenben, nagyon izgulok, már kamerát is fölvettem, ki lesz az, de lerakom mégiscsak, nagyon izgulok, a Podi Vlog lesz, a Podi Vlog nyert. Nyilvánvalóan itt most már nem nehéz kitalálni, hogy mi történik, itt a kamerára van ragasztva a nyerő cetli, és a videós, mikor örömködik, akkor egyszerűen a képernyőn kicseréli a cetlit. Több módszer is létezik, a lényege az egésznek az, hogy valamilyen mozdulatsorral elterelje a figyelmét a nézőnek, és abban a pillanatban ki tudja cserélni a cetlit. Itt például látjuk, hogy a videós a tálnak a mozgatásával tereli a figyelmedet, és egyszerűen kicseréli a nyerő cetlit. Természetesen, hogy léteznek még becsületes videósok is, akiknek egész egyszerűen nem érdeke az, hogy megbundázzon mondjuk egy ilyen sorsolást. Azonban, ha hasonló mozdulatsort láttok videósnál, vagy nem egyértelmű maga a sorsolás, illetve egy pillanatra a kamera a kezét szem elől téveszti, nagy valószínűség szerint simán bundázás lehet a vége. Természetesen még számtalan módszer létezik a nézőnek az átverésére. Itt a megjelöléstől kezdve a minimális videótrükkön át bármi lehetséges. Törekedjetek arra, hogy ne vágjanak át benneteket, nézőket. Na, sziasztok! Felébredek reggel, tudod, még nem ettem. Kávé helyett jöhet nekem három az egyben. Kicsi az igényem, a tiéd lehet nagy faj. Beleolvadjak az étek, téged meg nem hal. Lehet hét minden napján, ugyanaz a helyzet. De kívülállóként élek meg minden egyes percet.